A Veszprémi Szakképzési Centrum és az Inszedó Kft. Közösen létrehozott egy új honlapot. Ennek segítségével a pedagógusok elvégezhetik a kompetencia felmérést, és innentől kezdődően, látva, hogy milyen hiányosságaik vannak, kiválaszthatják a megfelelő továbbképzést. Ma is sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Szakképzési Centrum és az Inszedó Kft. Közös munkájának eredménye ez a mostani kompetencia felmérés és értékelés. Jól sejtem, hogy a Szakképzési Centrum volt a kezdeményező? Igen, és a projektnek az volt a célja, hogy az oktatóink számára egy hatékony digitális kompetencia mérő, illetve fejlesztő rendszert alakítsunk ki. Az Inszedó Kft.-vel már több éves munkakapcsolata van a Szakképzési Centrumnak, illetve az Inszedó Kft. 25 éves gyakorlattal rendelkezik itt Veszprémben felnőtt képzéssel, továbbképzésekkel, nyelvi képzésekkel, tehát a kapcsolat az adott volt. De ebben a közös munkában, közös projektben a szakmai hátteret az Inszedó Kft. Adta, a Veszprémi Szakképzési Centrum pedig humán erőforrással, illetve pénzügyi támogatással járult hozzá a projekthez. Ugye az volt a célkitűzésünk, hogy készüljön egy olyan mérőfelület, ahol az oktatóinknak a digitális kompetenciáit mérni tudjuk. Szóval ugye azzal a céllal született, hogy ezt követően, hogyha mindenki részt vesz ebben a mérésben, akkor olyan továbbképzésre tudjon elmenni, ami a leghasznosabb számára. Ugye ez igazából Európai Uniós kapcsolódást is jelent. Elsőként megnéztük itt a hazai piacot, vagy a hazai gyakorlatot, és azt tapasztaltuk, hogy Magyarországon érdemben még senki sem foglalkozott ezzel a kérdéssel, tehát nem volt olyan magyar nyelven elérhető felület, ami erre a mérésre alkalmas volt. Nekünk célunk volt az, hogy egy olyan eszközrendszert alakítsunk ki, ami minél szélesebb körben elfogadott, ezért az Európai Bizottság által jóváhagyott digitális kompetencia rendszert emeltük át a magyar gyakorlatba, tehát gyakorlatilag egy olyan megoldás, egy olyan eszközrendszer született, ami az Európai Bizottság által jóváhagyott eszközrendszer. Most, hogy már látták, hogy mi született, mi a vélemény róla, hogyan működik? A fogadtatás már első körben is sikeres volt, mert a múlt heti tájékoztatókra az oktatóink több mint 60%-a már regisztrált, tehát én azt gondolom, hogy a fogadtatás az bizakodásra ad okot, illetve ugye itt másfél év digitális oktatási gyakorlattal a hátunk mögött az oktatók részéről is már megfogalmazódott az az igény, hogy ők szívesen képeznék magukat, és ehhez próbáljunk mi segítséget nyújtani. Hogyha meglesznek az eredmények, és kiderül, hogy a pedagógusok milyen százalékban mit tartanak fontosnak, akkor elképzelhető egyébként, hogy a továbbképzést ezt szerint át kell majd alakítani? Egyértelmű, tehát a korábbi évek tapasztalata is azt mutatják, hogy az oktatói továbbképzési rendszer nem feltétlenül volt hatékony, tehát nem feltétlenül mindenki olyan továbbképzésre jutott el, ami számára a legmegfelelőbb. Tehát itt az a célkitűzés, hogy ezt az igényekhez, illetve a valós tudáshoz igazítsuk. Egyébként, amikor arról beszélünk, hogy pedagógusok ezt megcsinálták, és önkéntesen, ugye, akkor mekkora számról beszélünk, hány pedagógusról beszélünk körülbelül? A Veszprémi Szakképzési Centrumban 400 oktató van állományban, és akkor ebből a 400 oktatóból több mint 250 már a tájékoztatót is meghallgatta, tehát előzetesen beregisztrált. Tehát azt gondolom, hogy az érdeklődés az mindenképpen bizakodásra az okot. Ugye igen, magas volt a szám az érdeklődésben, elképzelhető, hogy ez felkúszik akár 100%-ra is? Egyértelmű, tehát, hogy itt bízunk a pilot program sikerében, és amennyiben a visszajelzések alapján ez egy sikeres kezdeményezésnek bizonyul, akkor egyrészt a centrumban is ki szeretnénk terjeszteni, másrészt azt gondolom, hogy más szakképzési centrumok, illetve akár a tankerületek is bevonhatók ebbe a programba. Éppen akartam mondani, lehet, hogy ez egy veszprémi minta lesz? Mindenképpen ez a célkitűzésünk, tehát, hogy korábban is említettem, hazai gyakorlatot erre nem találtunk, tehát ebben a programban úttörők szeretnénk lenni. Akkor ez már a második most néhány napon belül, hiszen a Házgyári úton épülő Szaki Park az ugyancsak egy ilyen veszprémi minta lesz. Azt gondolom, hogy a szakképzés most valóban átalakuláson megy keresztül, tehát itt a 21. századi elvárásoknak megfelelően alakul akár az infrastruktúra, akár a képzési szerkezet, és nyilván, hogy mi helyben is maximálisan megpróbálunk az elvárásoknak megfelelni. Tehát azt gondolom, hogyha ilyen újító kezdeményezések helyben is megfogalmazódnak, az mindenképpen az egész szakképzést előre tudja vinni.
Én azt vettem észre, hogy a szakképzési centrum, a Veszprémi elég jelentősen belehúzott, sok újítás van, sokfajta új ötlet, jól látom? Nyilván helyben is törekszünk arra, hogy egy nagyon magas minőséget tudjunk képviselni. Ehhez ugye kormányzati szinten, illetve az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről megvan az anyagi támogatás. Tehát azt gondolom, hogy egy biztos pénzügyi háttérrel tudunk dolgozni. Úgyhogy gyakorlatilag itt rajtunk múlik, itt a helyi kezdeményező készségen, hogy milyen újításokat tudunk megfogalmazni, illetve itt a fejlesztési lehetőséget pedig maximálisan szeretnénk kiaknázni. Több mint egy esztendeje már, hogy küzdünk a Covid-dal, ami elég alaposan átalakította a pedagógusok munkáját is, mindenképpen lépni kellett valamit. Ez a mostani kompetencia felmérés, ez miért volt fontos az önök számára? Két dolog miatt volt fontos. Az egyik, amit említettél, hogy a Covid miatt, tehát itt a pandémiás helyzet miatt kialakult digitális oktatás, ugye felerősítette a digitális kompetenciák érvényét, illetve hát a 21. századi kihívások is abszolút predesztinálták már ezt, hogy ebben az ügyben nekünk lépni kell, és ezért történt megállapodás az INSZEDO Kft-vel, hogy tényleg egy olyan programot dolgozzunk ki pilot rendszerrel, ami még Magyarországon nincsen és egyedülálló, hogy tényleg az oktatóinknak a digitális kompetenciát olyan szinten tudjuk mérni, hogy későbbiekben mindenki a saját képességéhez képes tudjon majd fejlődni. Tehát az lenne a cél, hogy ebben a programban minél több oktatónk részt vegyen, megtaláljuk azt a szintet, ahol éppen most tartózkodik, tehát ez A1-es szintől a C2-es szintig, kicsit hasonlítva ugye a nyelvvizsgához, és utána pedig olyan továbbképzéseket tudjunk majd számukra elérhetővé tenni, ahol a hasonló képességű oktatók vannak egy szinten, egy helyen, és megfelelően tudnak együtt haladni. Hogyha ez a kompetencia felmérés most nem lenne ez az új módszer, amit hamarosan aztán minden pedagógus önmaga is kipróbálhat, akkor tulajdonképpen az lenne, hogy mindenkit elküldhetünk továbbképzésre, aztán vagy eltaláljuk, hogy hova kell mennie, vagy nem. Igen, ez korábban is probléma volt, hogy rengeteg továbbképzési lehetőség van ugye az oktatásban, ezt tudjuk. Én is mind gyakorlott pedagógus számos továbbképzésen vettem részt. Ugye ezekkel az volt a probléma, hogy nem volt előzetes szintfelmérés, tehát meghirdettek egy képzést, ahol megjelent 20-30 résztvevő oktató tanár, és ugye nem a képességei szint alapján fejlődtek. Tehát lehet, hogy éppen unalmas volt egy-egy képzés akár számomra is, vagy esetleg egy-egy képzés annyira nehéz volt, hogy nem nőttem fel a feladathoz, és ez a rendszer ez azért is jó és tökéletes ebből a szempontból, hogy mindenkit a saját képességei szint mér, és az lenne a cél, hogy mindenki egy saját fejlődési utat járjon be, és mindenképp a Veszprémi Szakképző Centrumnak ez egy nagyon fontos prioritása, hogy minden oktatónk továbbképzése az ő szintjéhez képest megfelelő legyen. Ez most indul, van ennek valamiféle végső dátum, vagy meddig megy? Ez most pilot rendszeren indul, most ott tartunk még, hogy tájékoztattuk az oktatókat több vonalon, ugye hírlevél formájában, illetve múlt héten az INSZEDO Kft. Minden oktatónkat tájékoztatott arról, hogy ez a program gyakorlatilag hogy épül föl. Most minden oktatónak van 2 hónapja arra, hogy próbálgassa a rendszert, és utána lépünk tovább. Ugye azt tudni kell, hogy kettő év múlva lesz majd egy értékelési rendszer amúgy is a szakképzésben. Addig természetesen ez kiforja magát, de ugye azt is tudnunk kell, hogy az ITM által meghatározott szabály szerint ugye 4 évenként mindenkinek 60 órás továbbképzésre részt kell vennie, és ugye ez visszamenőleg is érvényes, tehát azt jelenti, hogy most jelenleg a szakképzési centrumban 92 oktatónak ugye december 31-ig 60 órás továbbképzésre részt kell vennie, és nagyon szeretnénk, hogyha ez már addigra a jelenleg idén, akiket érint ez a továbbképzési lehetőség, ezt a programot már be tudjuk esetleg vinni, és akkor a 60 órás továbbképzésnek tudunk felelni a törvényi előírásoknak. A mai sajtótájékoztatón sok érdekes információ elhangzott, az egyik legérdekesebb látvány pont egy szaloncukorra emlékeztető valami volt. Ezt a szaloncukrot picit bontolgassuk, hiszen a lényeg aztán ebben van benne. Mi is ez tulajdonképpen? A szaloncukor rendszer az, ami megfogalmazza és képileg bemutatja azokat a kompetencia területeket, amelyet az EU körülbelül 5 évvel ezelőtt kijelölt, hogy fontosak egy tanár számára, hogy ezeken a területeken digitálisan ő mérhető kompetenciákkal fejleszthető területeken kompetens legyen. Tehát itt 6 olyan terület kerül megjelenítésre, amelyben egy tanárnak jónak kell lennie ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ő digitálisan kompetens. Ugye ebben van szakmai, pedagógiai, digitális rész. Van ezek közül fontosabb, ami fontosabb a másiknál, vagy azért itt mindegyik egyformán fontos? Azt gondolom, hogy a nyelvi kompetenciáktól eltérően itt lehetséges az, hogy a tanárnak a tanított csoport és tantártól függően egy-egy kompetencia területen kiemelkedő képességei legyenek, még egy másik kompetencia területen esetleg nagyobb lemaradásai, anélkül, hogy a tanítás során ő hátrányt szenvedne. Tehát itt
Igen, azt gondolom, hogy tanár és tanára válogatja, és tantárgy és tantárgya válogatja. Nyilván az lenne a legjobb, hogyha egy nagyjából hasonló szinten azért, vagy egy minimális szinten mindegyik területen lenne. Nekem vannak kedvesebb területeim, vannak kevésbé kedvesek, talán azért, mert van, amiben jobb vagyok, van, amiben jobban hiszek, meg van, amiben egy kicsit kevésbé vagyok jó, azt kevésbé szívesen fejlesztem, de én azt gondolom, hogy nagyon alaposan és nagyon jól kijelölte az EU rengeteg munkával, hogy melyek ezek a területek. Néhány nappal korábban hallom, ön már találkozott pedagógusokkal és bemutatta ezt az egész rendszert. Hogyan fogadták? Hát körülbelül egy 500 pedagógusnak mutattam be itt a múlt héten. Akkor nem nagyon volt lehetőségük megszólalni, mert egyszerre körülbelül 100-an voltak a csetszobában, de az rengeteget elárul, hogy a bemutató után 90% fölött volt a regisztrálóknak a száma, tehát erre nem számítottunk. Tehát arra számítottunk, hogy megkapják a tájékoztatót, elmondjuk, hogy miről van szó, és körülbelül így a 10-20%-uk fog majd beregisztrálni. A számok azt mutatják, hogy több mint a 90%-uk beregisztrált, és már most nekik a beregisztrált tanároknak körülbelül a 15-20%-a már nem A1-es szinten van, tehát el is kezdtek dolgozni benne. Ugye május közepéig visszük ezt a pilot projektet, hiszem azt, hogy nagyon jó úton vagyunk. Ugye mindez azt jelenti, hogy a pedagógus, aki végighallgatta önöket, azt mondta magában, hogy szerintem van itt nekem hiányosságom, amit pótolni kell, végigcsinálom önkéntesen ezt az egészet, és hogyha a végére értem, kiderül, hogy hol is tartok. És amiről kiderül, ha jól sejtem, ez a lényeg a dolognak, amiről kiderül, hogy nekem hiányosságom van, ott nekem tovább képzésre kell mennem. Május 10-i héten csinálunk mi az adminok egy pilot program összesítést, amelyben megnézzük, hogy melyek azokat, kik azok a tanárok, akik bizonyos feladatokat kiemelkedő pontossággal vagy igényességgel oldottak meg. Őket fel fogjuk kérni arra, hogy egy tudásmegosztó fórumon május 2. felében ezt a tapasztalatukat adják tovább a többieknek. Ez már nyilván teljesen konkrét segítség lesz, mondjuk a digitális források beszélünk, hogy mondjuk egy történelem órán milyen digitális források, hogy keresik a digitális forrás mondjuk a középkor bemutatására, akkor ő már konkrétan fog tudni a saját kollégáinak erre lehetőséget adni, illetve mi látni fogjuk már, hogy melyik tagintézményben összesítve a tanároknak melyik kompetencia területen van gyengébb teljesítése, és azt tudom mondjuk mondani, hogy a digitális értékelésnél ez az iskola egy kicsit gyengébb, akkor meg kell nekik mutatni, hogy a Redmentán kívül milyen egyéb digitális tesztelésre használható alkalmazások van, és akkor arra tudunk majd nekik továbbképzést csinálni. Ugye nem vagyunk egyformák, a tudásunk sem egyforma, ugyanakkor önöknek mégis be kellett valahol lőni ezt az egészet. Ezt hogy lehet megoldani? Egy adott alapszintet néztek ki, vagy egy picit annál azért magasabbat? Nagyon-nagyon-nagyon jó kérdés. Ez a rendszer jelenleg, mivel egy teljesen forradalmi új dolog ez, hogy úgy gondolat, hogy feladat alapú legyen ez a rendszer. Ezt nem mondom, hogy nem alkalmas szintfelmérésre, de még kevés feladat van hozzá, hogy szintfelméréssel induljunk, és utána méréssel, fejlesztéssel menjünk tovább, mert csak néhány feladatot tudtunk egyelőre osztani. Most ezeket pilotoljuk. Az, hogy egy 1500-2000 feladatos feladatbank álljon majd rendelkezésünkre, ez egy nagyon hosszú folyamat. Ha majd ez meg lesz, akkor fogjuk tudni valós szintfelmérésre használni ezt a rendszert. Most mindenki A1-es szintről indul, tehát lentről kell, hogy induljon, és a szintezést azt úgy érjük el, hogy meddig jut. Tehát nem alkalmas most a rendszer még erre, hanem meg kell néznünk, hogy ez a fajta struktúra, ezek a fajta feladatok, ezek egyáltalán alkalmasak-e rá, és reményeink szerint, ha igen, akkor fogunk tudni további sok száz feladatot ennek mintájára gyártani, és szintfelmérésre is alkalmasra tenni a rendszert. Talán furcsa, amit mondok, de bármelyik pedagógus, aki ezt elvégzi, mondhatja azt magának, hogy tudok én mindent, nem fogok én itt ezzel különösebben babrálni. Úgy készítem el a tesztet, hogy a végeredmény számomra jó legyen. Lehet ilyet manipulálni, vagy érdemes? Mert tulajdonképpen magát csapja be, hogyha nem derül ki az, hogy ő mit is nem tud. Így van. Célunk az, hogy jelen helyzetben őket tanulásra, egy közös munkára sarkaljuk. Tehát nem tiltott az, hogy ők összedolgozzanak, beszélgessenek, de azt gondolom, hogy ez egy fontos vívmánya is a dolognak, hogyha erről ők, ez az önfejlesztésnek lenne egy nagyon hatékony módja. Én hiszem azt azért, hogy a tanárok elég érettek ahhoz, hogy tudják, hogy ennek a rendszernek az a lényege, hogy felmérjük őket. Ez nem egy elérendő szint,
szint, amihez mondjuk vagy pozitív, vagy negatív megerősítés társul, hanem ez egy bemérő, felmérő, szintfelmérő rendszer. Nincs érdekében a tanárnak, józan ésszel is átgondolva, hogy ezt tegye. Ha teszi, akkor megint olyan továbbképzéseken fog ülni, amiből nem ért egy szót se.